Július 13. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga atyafiát is. János első levele, 4. rész, 21. vers. Nagyon hiával vagyunk a testvéri szeretetnek a gyülekezetben. Sokan, akik vallják, hogy szeretik az üdvözítőt, nem törekednek szeretni azokat, akik keresztény közösségben egyesültek velük. Hitünk egy. Mindnyájan egyazon család tagjai vagyunk, ugyanannak a mennyei atyának a gyermekei, a halhatatlanságnak ugyanazon reménységével. Mi meghitnek és gyengédnek kellene hát lennie a köteléknek, amely egybefűz minket. A világ figyel, látni akarja, hogy vajon a hitünk megszentele bennünket. A világiak azonnal észreveszik életünk minden hiányosságát, tetteink minden következetlenségét. Ne szolgáltassunk alkalmat arra, hogy hitünket támadhassák. Lelkiségünk gyengítésének nincs biztosabb útja annál, mintha irigykedünk egymásra, ha bizalmatlankodunk, ha tele vagyunk hibakereséssel és gyanúsítással. Ez nem felülről származó bölcsesség. Az a bölcsesség, amely felülről származik, békesség szerető, szerény, irgalommal és jósággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó. Jakab 3, 15-17. Bizonyságtételek 8. kötet.